Több csontom is eltört korábban, de ez most jobban fájt, mint bármelyik az előtt. Andy Anderson tínédzser volt, amikor kosarazás közben kiugrott az egyik válla. De Andynek azután is fájdalmai voltak, hogy az orvos visszatette a helyére. Olyan alapvető dolgok is problémát jelentettek, mint a mindennapi higiéniai dolgok, például a zuhanyzás. Amikor a hónajamat próbáltam mosni és felemeltem a karom, a vállam kiugrott megint. Ki kellett lépnem a tusolóból, lefeküdnöm az ágyra és visszarakni a karomat. Andy 15 évig élt együtt a fájdalommal. Amikor másodszor is elesett, eltörte a lapocka csontját, és megint kiugrott a válla. Amikor ilyen borzalmas fájdalmat tapasztal, az ember pánikba esik. Nagyon félelmetes és csüggesztő volt. Az évek alatt valahogy megtanultam, hogy mozogjak úgy, hogy ne fájjon. A fájdalom folytatódott még néhány évig. Egy reggel Andy a 700-as klub adására kapcsolt. A hit cselekedeteként érintse meg azt a testrészét, ahol gyógyulásra van szüksége. A jobb vállamra tettem a bal kezemet, ahol a sérülés volt, és becsuktam a szememet. Valakinek hosszú ideje válsérülése van. Eltört a lapocka csontja, és inszalag sérülése is van. Isten mindezt meggyógyítja. Érezni fogja, hogy forróság járja át azt a vállat, és megkönnyebbül. Most már szabadon tud mozogni. Amit eddig nem tudott megtenni, most tegye meg a Jézus nevében. Kezdj el mozgatni a jobb karját. Amikor ezt mondta, rácsaptam a térdemre, mert tudtam, hogy ez a gyógyulás az enyém. És éreztem ezt a bizsergést a jobb vállamban. Ez egy olyan behatás volt, amit soha azelőtt nem éreztem. Isten szó szerint lenyúlt és megérintette a vállamat, és meggyógyította, mintha csak a villanyt kapcsolta volna fel. A sérülés, ami már 2 évtizede volt, eltűnt. Azóta sincsenek fájdalmai, és meg tudja tenni azokat a dolgokat, amiket évekig nem tudott. Hálás Isten szeretetéért és a kitartó imáért. Annyira hálás vagyok az Úrnak, hogy meggyógyított. Nagyon hálás vagyok Gordonnak és a 700-as klubnak is. Megnőtt a hitem az Úrban azóta, hogy lenyúlt és meggyógyított engem személyesen. Isten iránt való szeretetem új szintre ugrott. Az Úr az igazi orvos. Ő a gyógyító.